A monitor és okostelefon bámulás káros hatásai. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Most olyanról szeretnék beszélni, ami hatványozottan érinti most az embereket, hogy karanténban, idézőjelben karanténban vannak, hogy otthon kell tölteniük az idejük nagy részét. Emiatt a többség a telefonjába bújva, a számítógépébe bújva, vagy a tévébe bújva tölti az időt. Emiatt még jobban megnő az ezzel töltött idő, ami hosszú távon igen káros lehet. Lehet. Ezen van a hangsúly, ugyanis a mai monitorok és telefonok olyan kijelzőkkel vannak ellátva, ami nem feltétlenül káros. Sőt, mondhatni, ha jót nem is tesz a szemmel, de teljesen semleges rá, ha megfelelően, megfelelő körülmények között és mértékkel használjuk. Mértékkel, itt van egy olyan statisztikai adat, az európai lakosok, tehát az átlag európai, az napi 6 órát tölt képernyő előtt. Ebbe bele számít a monitor és a okostelefon is. És a képernyő előtt töltött idő, ebben nincs benne a munkába képernyő előtt töltött idő, hanem az azon kívüli. Tehát nagyon sokat használjuk, nagyon sokat vagyunk a kijelzők előtt. Amivel nincsen gond, ha ezt megszakítással tesszük, ha közben teszünk, veszünk, mozgunk, nem úgy ülünk előtte, hogy közben csak abba vagyunk belezazulva, és ami nagyon fontos, soha ne üljünk sötétben a monitor vagy a telefon előtt. Mert ha sötétben ülünk, nincs körülötte világítás, a teljes fókuszunk oda, tehát a szemünk teljesen arra a részre fókuszál, kizárja a körülöttünk levő világot. Emiatt alakul ki a mai fiatalok általában úgymond lassan már népbetegségnek nevezhető betegsége, méghozzá a számítógép látás szindróma, vagy más néven monitorlátás. Ez azt jelenti, hogy a mai fiatalok egy részének a látása elől ezt a részt, ugye ami a monitor itt magunk előtt, ezt élesen látja, monitor, okostelefon, bármi. És a körülötte levő rész ezt a látómezőt már homályosan látja. Nagyon sok fiatalnál úgy romlik el a szem, hogy itt éles, itt homályos, és ami a legrosszabb, mivel túl sokat vannak képernyő előtt, ezért a távolba látás képességét is lassan elveszítik. Tehát leépül a szemnek az a funkciója, amivel ő rendesen fog a monitor mögé a távolba látni. Keveset vannak nyílt tereken. Ha azt nézzük, a fiatalok a nagy részüket az idejüknek az iskolába töltik, ahol szintén be vannak zárva egy térbe, ahol a tanára kell koncentrálni nagy részt, vagy ugye már modernebb helyeken ott a digitális tábla, a számítógép, stb. Utána hazamennek, beülnek a számítógép elé, vagy a okostelefonnal a kezükbe eltöltenek ismét x órát, és nincs az az inger, amivel ők távolba lássanak. Nincs az az inger, azok az izmok szépen elhalnak, az a látás szépen leépül. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy ha monitort használunk, mozduljunk ki, ne előtte csücsüljünk órákat megállás nélkül, ki kell mozdulni, körülnézni, járni egyet kint, akár ha arról van szó, jó panelból nehezebb kimozdulni mondjuk, mint egy kertesházból, de panelban is van ablak, és lehet bámulni kifele. Az a lényeg, hogy a szem szem előtt kinyíljon a tér, tehát ez nagyon fontos, hogy ezzel is csökkentsük ezt a szindrómát. Másrészt ne üljünk sötét szobába. A monitor környéke, vagy a telefon környéke legyen kivilágítva. Ezt már felismerték a monitorgyártók is, így nagyon sok monitornak a hátuljára tesznek LED fényeket, tehát amikor bekapcsolod a monitort, akkor a hátteret világítja, főleg ha falhoz van téve, akkor ugye ott vissza is verődik a fény, mindjárt nem egy sötét foltot lát a monitor körül, hanem van valamilyen fény, és nem véletlenül mondják azt, hogy ne sötétbe dolgozzál, kapcsoljál villanyt,
akár csak magad mellett egy olvasólámpát, de legyen fény, mert ez a éles kontraszt, ez tönkreteszi a szemet, hogy itt nagyon erős fény van, itt meg nagyon sötét. Tehát szeretném erre felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy legalább ezt a pár apróságot tegyük meg. Ne sötétbe használjuk a kijelzőket, tehát legyen körülötte valamilyen fény. Álljunk föl mellőle, ugye úgy szokták javasolni, hogy óránként 5 percre, és akkor 4 óra után legalább fél órára, de ha lehet, azért többre is, és ha lehet, csökkentsük a napi használatot. Tudom, a mai fiatalok ott tartják a kapcsolatot, a játékok nagyon jól le tudják kötni őket, de ha nem akarnak öregkorukra vakon botorkálni, akkor itt az ideje tenni, amíg még lehet. Most még rugalmas a szem, ha romlott is, még javítható. Tehát fiatalon még javítható a helyzet, még lehet rá vigyázni, még lehet rá figyelni. Remélem, hasznos információt osztottam meg mindenkivel. Ha kíváncsiak vagytok a folytatásra, iratkozzatok fel. Sziasztok!